Felsőbányán vagyunk, a máramarosi hegyvonulatoknak a közép pontjában, olyan szempontból, hogy a régi elnevezésen Medio Monte, a hegy közepe volt, itt a mellettünk levő hegy, csúcs az 720 méter, és a templomunk valóban itt valahogy a hegy közepében van elhelyezkedve, 370-60 méter közötti magasságban. Az egész város központjá szívét a templom dominálja, hogy mondom, itt korábban is volt egy templom, szintén Máriának a tiszteletére, és akkor az 1840-es években megfogalmazódott az igény, hogy egy nagyobb befogadású templomot építsenek itt helyben, és 58-ban meg is valósul ez a terv, és azóta itt van a Nagy Boldogasszony temploma. Az 1333-as regisztrumban már szerepel, említésre kerül, így hát az egyik legrégebbi település és templommal, plébánossal van említve, hogy rendelkező közösség. Az idők során több változáson ment át ez a település, de markáns életmód jegye volt a bányászat, ahhoz kapcsolódik sok minden most itt a templomban is, és azt megelőzően is a hívek nagy részének ez volt a fő megélhetési forrása, módja. A fazekasság mellett azoknak is volt egy cég csoportosulása, szintén itt őrizzük a zászlókat 1852-ből. A bányászászlók az egyik fő az 1886, és a másik pedig 1889-ből van, tehát másfél százados ősiséggel rendelkező textíliák, hogy így mondjam, és ami mögötte hozzá felsorakozó itt élt elődeink generációinknak az érzületű lága. A templom korábbiakban is felújításokon esett át, ugye, az 1830-as években, annak is egy emléktábla állítva, dr. Cumbel Lajos itt él, tevékenykedett, és fogalmazza meg az egyházi bányászhimnuszt, pont idén 85 éve, hogy elhangzódik először ebbe a templomban a bányászhimnusz egyházi változata, ami aztán az egész térségben elterjed, és ezt énekelik azóta is. Egy másik felújításra kerül sor 1980-as években, az akkori plébános, Buchmüller István, szintén neki is egy emléktábla, állítva ő is az akkori lehetőségekhez és anyag felhasználtság kereteit megragadva tudták megújítani a templomot. Tavaly lehetőség adódott arra, hogy pályázunk egy PNRR programon belül egy felújításra Szent László útjához kapcsolódóan, Hegedű Csillának köszönhetően az egész itteni és megyei támogatottságot élvezve, hogy oda jutottunk, hogy alá tudtuk írni a szerződést idén, és akkor most a pályázási procedúrák előtt vagyunk, és indul majd útnak az egész felújítás. Strukturálisan is megújítást igényel, és mivel ekkora méretű templom, mások az arányok, ugye, mint esetleg másutt, és ezért egy ilyen sarkalatos pontokat befoglaló felújításra szól a pályázat, majd a kiírás is. A véghez vitel szempontjából ugye strukturális elemek megerősítése, mondom, a tetőszerkezet, teljes külső, a torony van ebbe belefoglalva, nyilázárók, belső festési korrekciók, amik igényelve vannak, ugye aztán a templomnak fűtési rendszerrel való ellátása jelenleg nincs, még itt úgymond
semmi ilyen, tehát több minden, ami egyfajta modernizációt is hoz, illetve a régi állapotoknak a konzerválása és felújítása. A katolikus közösség itt Felsőbányán, ahogy mondom, nagy múltra tekint vissza, folytonosan fejlődött ugye napjainkra, tapasztalható demográfiai alakulásokkal egybevetetten. Az évek során az itteni lelkipásztori munkám alatt mint 900 családdal volt kapcsolatom, úgymond, és a jelenben is több mint 600 körüli családra tehető, akik aktívan valamilyen módon érintetve voltak az egyházi élettel, ide bekapcsolódtak a vallási eseményeken keresztül, úgyhogy reményeink szerint ez az erős közösségi hagyomány tovább örökítődik a jövő számára.